Ismét lehet majd korcsolyázni Balatonfüreden, még akkor is, ha ezen a télen nem fagyna be a Balaton. A 220 ember befogadására alkalmas műjégpályát ugyanis újra beüzemelik a Zákonyi utcai mélygarázs tetején. A tavalyi tapasztalatok kedvezőek, így idén már bővített szolgáltatásokkal, például zenével, büfével és korcsolya kölcsönzéssel is várják majd a vendégeket. A pályával kapcsolatban Holzer András alpolgármester a sajtónak elmondta, a 10 cm vastagságú jég, az esti kivilágítás és egy új miniszínpad tovább erősíti a terület közösségi tér jellegét. A műjégpálya a tervek szerint délelőtt 10 és este 8 óra között lesz nyitva. A belépők áraihoz nem nyúlnak. Vagyis a felnőttek 1000 forintért, a diákok 700 forintért korizhatnak. A füredi lakosoknak idén is 50%-os kedvezményt adnak. Sőt, a helyi 14 éven aluli fiatalok teljesen ingyen használhatják a pályát. Ha az időjárás engedi, akkor december 3-án megnyitják a műjégpályát, amit akkor lehet majd használni, ha a hőmérséklet nem emelkedik 10 Celsius fok fölé. A tervek szerint február végéig üzemelő műjégpálya igénybevételénél azt is figyelembe kell majd venni, hogy a járványhelyzet miatt várhatóan korlátozzák az egyidőben korizók számát.